Augusztus végén kezdték el a Kossuth tér töredezett idejét múlt parkolóinak felújítását. A munkálatok után a végeredmény egy szép, kulturált terület lett, ahol 21 jármű tud leállni. Büszke vagyok arra, mint a város polgármestere, hogy ennek a beruházásnak is zömében Ceglédiek a kezemunkáját dicséri ez a beruházás. Mind a kivitelezői részről, mind a megálmodói részről. A parkolókat úgy alakították ki, hogy minél több zöld felület maradjon, tette hozzá a mai átadáson a polgármester. A munkát a Városfejlesztési Kft. Koordinálta. A szép kulturált területen az úttal párhuzamos és arra merőleges leállóhelyeket is kialakítottak. Nagyjából 190 méter szegély és 400 négyzetméter közterület újult meg. Úgy értem, hogy 400 négyzetméter, ennyi új felületet tudtunk leburkolni térkővel, illetve a régi Pesti út kiskocka köveiből. A burkolat megújulása mellett új fákat is ültettek a szakemberek. Idén nyáron bővült a városban a fizető parkolók száma, ami parkolódi bevétel növekedést jelent. Ezt az összeget mindig elkülöníti a város, például a mostani felújítást is ebből állta az önkormányzat, mondta a körzet képviselője Imregi Tibor. Valamennyire egy picit válasz is arra, amennyi vita megelőzte, hogy hol legyenek fizető parkolók, mely parkolók legyenek fizetőek. Lám a város vissza is szolgáltat ezekből a fizető parkolóban beszedett pénzekből, és a jövőben is ez ugyanígy fog történni, és természetesen megígértük, hogy ezt meg fogjuk csinálni, el fogjuk készíteni, a jövőben is folytatni fogjuk. A Kossuth tér több ütemben újul meg. A lakossági véleményezés után a tervek is körvonalazódnak. Néhány hónap múlva a katolikus templom előtti résszel folytatódik a beruházás, jelentette be a polgármester. Elmondható, hogy a következő év tavaszával folytatni kívánjuk a megújítást a katolikus templom előtti Szentháromság szobor körüli térrésszel, illetve a mögöttem elhelyezkedő térrészekkel. A cél az, hogy minél több használható zöld területet tudjunk a ceglédieknek, illetve az ide látogatóknak rendelkezésére bocsájtani. A Kossuth tér szép új parkolóit mától vehették birtokba az autósok.